Ne tessenek irigyelni Szemrei Leventét, a Szexádi Sportközpont válogatott középtávfutóját azért, hogy 5 hetet Kenyában tölthetett. Semmi szafari, semmi törzsi élettel való ismerkedés és más turisztikai egzotikum. Ő ugyanis Nyugat-Kenyában először magányosan, majd egy edzőtáborban töltött el több mint egy hónapot. A környezetváltozás a magaslati edzőtábor kínálta lehetőségeket akarta maximálisan kihasználni, a magyar középtávfutás egyik nagy reménysége. Két helyen voltam, az egyiken 2000 magasan, a másikon 2400 méter magasan. Másabb volt, mint itthon, vagy mint Romániában, de szerintem nagyon jól sikerült. A hétvégi eredményeken is látszott, meg így az edzéseken is látszik, hogy a formám az nagyon jó most. Egy szál európaiként, magyarként, fiatal kenyai futók között volt Szemrei Levente. Az egyik kenyai srácnak a házában laktam másfél hétig, és utána mentem el edzőtáborba. Aha. 100 kilométerrel arrébb Itembe. Aha. Volt egy félmaratonista nő, a világ all-time listán 5. legjobb félmaratont futotta. Az afrikai magaslathoz, annak légköréhez való alkalmazkodás feladta Szemrei Levente szervezetének is a leckét, ilyen légszomjat még nem érzett. Itt 2400 méter magason voltam 4 hetet. Sokkal teljesen másabb volt, egy laza könnyű futás is sokkal nehezebb volt. Romániához másabb volt, mert itt reggel edzettük az erősebb edzéseket. Én reggel 6-7 között. De bírta a gyűrődést a szexádi atléta, aki már az utolsó héten úgy érezte magát, mint akit energiabombával töltöttek volna fel. Ezt a Sportegészségügyi Intézetben minap elvégzett vizsgálatok is visszaigazolták. Nyilván a magyar versenyeken, amelyeken a napokban elindult, az időeredményei éppen a nagy terhelés miatt nem lehettek olyan kiválóak. Volt a csapatbajnokság, ott első nap akadályt futottam, és másnap 5000 métert. Amiatt valószínűleg picit gyengébek lehettek, és nem pihentem még ki. Szemrei Levente, mint ismeretes, 3000 akadályon, 3000 síkon, 10000-en és már 5000 méteren is érdekelt lesz az országos bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. Igazi nagy ragadozóvá vált a magyar középtávfutás, még mindig csak U23-as korosztályba tartozó, de már a felnőttek között is maradandót alkotó egyik nagy ígérete.